December közepén adták át az Állatbarát Alapítvány új karantén sorát, de már is megtelt kiskutyákkal. Őket például néhány perccel a busz érkezése előtt egy debreceni úti buszmegálló öböl kellős közepéről két zsákból mentették meg. Ők ugyan nem a szilveszteri zajok miatt kerültek oda, de az ünnepekkor elkóborolt kutyák nem könnyítették meg az évkezdést a Csatorna utcai menhelynek. Igaz, a mostani statisztikák jobbak az előző évekhez képest. Csak kettő kutya maradt a nyakunkon, hogyha lehet így fogalmazni. Rengetegen keresték a kutyájukat egyébként, és hát persze sok kutyát is találtak, viszont azt gondoljuk, hogy talán javult az arány olyan szempontból, hogy nagyon sok kutyában volt csip, úgyhogy így haza tudott kerülni a gazdájához. Sajnos ez a két kutya ugye itt maradt, senki nem jelentkezett értük, és csip sem volt bennük. Szilveszterkor a kutyák elbújnak, és csak másodikan, harmadika körül kerülnek elő. Idén évelején csak néhány hívást kaptak talált kutyákról a menhely munkatársai, összesen körülbelül 20 esettel volt dolguk. Bár a 2020-as évkezdést extrém eset nélkül megúzták, az előző években voltak kiemelkedő történetek. Tavaly volt egy ilyen sztori, a nyíregyháziak lehet, hogy emlékeznek rá, egy Viki nevű kutya Tisza Berceről szilveszter környékén került be Nyíregyházára, tehát körülbelül 30 kilométert menekült ugye a városba, és körülbelül két hónapig tartott, amíg sikerült megfogni. Ugye minden nap látta mindenki ezt a kutyát, próbálták megfogni, illetve különféle keresőcsapatokat szerveztek ugye a megtalálására, illetve hát a gazdi is folyamatosan kontaktban volt ugye a bejelentőkkel. Végül sikerült becsapdázni, két hónap eltelt, illetve szintén tavaly történt, hogy Balkányból 30 kilométert menekült befelé egy kutya, úgyhogy hál' Istennek ő is hazakerült. Idén a legnagyobb távot megtett kutya egy 15 éves tacskó volt, aki körülbelül 17 kilométert menekült Kemecséről, de már ő is otthon van. Ha valakinek még nem tért haza a szilveszterkor elszökött kutyája, érdemes a közösségi oldalakra hirdetést feltennie, kutyás csoportokat figyelemmel követnie, de az Állatbarát Alapítvány munkatársai is segíthetnek a keresésben.